Az ötletem az volt, hogy hasonlóan a kompakt kazettához tegyük bele a forgó lágy lemezt egy fix merev kazettába. És nyilván, hogy ehhez az kell, hogy legyen egy fix középső olyan mag, amelyik jól képes centírozni azt a lemezt, hogyha leveszik és visszateszik. És ezen kívül pedig az kell, ugye, hogy meg is lehessen hajtani, tehát a nyomatékot át lehessen adni a lemeznek. Na most ezt az egész ötletet leírtam, és hát az ember elég lusta és bizonyos fázis késéssel 74-ben beadtam Magyar Szabadalomra. Megmondom őszintén, akkor én nem gondoltam arra, hogy azt kierőszakoljam a vállalattól, hogy külföldi szabadalomra is adja. Beadtam, és szép lassan elkezdtem a számításokat csinálni, elkezdtem rajta dolgozni. Mikor ez megtörtént, hogy megláttuk ezt a flopit, akkor gőzerővel meggyorsítottuk a fejlesztést, és itt egy pillanatra megállnék, hogy igenis a konkurencia az nagyon jó, oda kell rá figyelni, mert talán a legjobb orvosság a totojázás ellen. Nem engedi azt, hogy na most még valami jó gondolatunkon, még egy kicsit simogassuk, ücsörögjünk rajta néhány évig, mert mindenféleképpen köddé vész minden jó gondolat néhány év alatt. Ami nem vész köddé, az, amit mások nem csinálnak, az úgyse jó gondolat. Na most gyakorlatilag tehát elkezdtem sietni vele, és 79-re elkészült ilyen jellegű, mint önök kezében van, ilyen jellegű mintapéldány kézi felépítéssel, és gyakorlatilag ez mondjuk egy olyan példány lett, amit be lehetett mutatni.